Dévény Istvánnal és Németh Péterrel köszöntjük Önöket az egyenes beszéd elején. Jó estét nektek is. Szerbusz, jó estét természetesen a kedves nézőknek. Kutatási adatokkal kezdjük. Egyrészt a mediánét már ismeretik a kedves nézők, mert az elmúlt nap beszéltünk már erről, hogy hogy mérték a fővárosi kutatásban a támogatottságát a pártoknak is, meg a főpolgármesteri jelölteknek is, és van egy másik is, ahol pedig az európai parlamenti szereplést mérték Európai Uniós módszerekkel, és hát ott is érdekes adatok, eredmények jöttek ki, és azt hiszem a Medián készítette, az Európai Unió egyik szervezete, majd meg is keresem mindjárt, hogy a Europe Elects nevezetű szervezet adta közzé. Valami megmozdul, és valami megingatja azt a status quo-t, ami a két tömb között volt az elmúlt években, vagy voltak éppen igazából nem ez történik? De hát igazából ez történik. Tehát ez most már nem is kérdés. Tehát hogy igaz, meg kell várni a 9-ét, a valódi választás, de azért ekkorát nem tudnak tévedni a közeljön tudatok. Meg hát látjuk egyébként ennek a harmadik félnek a megjelenését az utcákon, a fogadtatását. Tehát semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy maradt kétosztatú a politika. Az a nagy kérdése pillanatban, hogy azok a jóslások jönnek-e be, amelyek például az Európai által díszdézett vizsgálatok mutatják, és most nem a fővárosról beszélek, hanem az Európa Parlamenti választásról, hogy tulajdonképpen mind a két oldaltól jelentős mértékben elrabol. Hát a Fidesz három helyet veszít, a Fidesz KDNP pontosan így. Hát az uniós. Így van. És a Tisza párt pedig pár hét alatt 6 mandátumra tud feljönni. Ez nagyon bizonytalan, ez az egész jelenlegi állapot, nagyon képlékeny és nagyon dinamikus. Ezért a közvéleménykutatók mindig elmondják, hogy igazából ők sem nagyon hiszik el azt, amit mérnek, mert annyira változik minden, és annyira folyamatosan változik minden. És ebben nincs még benne ebben az egyenletben az, hogy amikor a választók majd megkapják a kis választói, vagy szavazólap csomagjukat, és akkor szembesülnek majd jó néhány dologgal, hogy például az a párt, akinek a jelöltjét támogatnák az EP-ben, mondjuk nincs rajta a megyei listán, vagy például nincs rajta a fővárosi listán, tehát ott még lesznek azért kavarodások, az még biztos, hogy változtathat az eredményen, de hogy a Tisza párt az nagyon erős lett, az is egészen biztos. Hogy mennyire lett erős, ez tényleg csak 9-én fog kiderülni. Azért ezek a kijelentések, hogy mi vagyunk a második, vagy a legerősebb ellenzéki párt, az szerintem még egy kicsit korai. Bár a mérések most pont ezt mutatják, hogy az Európai Uniós mérések is ezt mutatják, mert ha megkeresem, akkor a DK 3 helyet kaphat ez szerint, tehát pont kétszer annyit. De nem kétséges, hogy nagyon erős a Tisza párt, csak hogy majd a konkrétumokat akkor látjuk majd is. Még egyetlen egy dolgot, bocsánat, csak hogy én Orbán Viktornak a mozgását figyelem, mármint, hogy nem fizikailag, mert az nem nagyon van mit nézni, ugye viszonylag kevés. Még nem is tudod, hogy hova megy. Meg hát titokban teszi meg, de amikor ugye most több stábot is beengedtek egy-egy ilyen kampány, zárt körű kampány rendezvényre, hogy miket mond Orbán Viktor, és teljesen egyértelmű, hogy nem is próbál már a bizonytalanokhoz szólni, hanem azt a tömböt, amennyi van, csak azt akarja egyben tartani, nincs semmilyen más célja, és ez nekem azt mutatja, hogy most nem annyira magabiztosak. Tehát, hogy most nyilván ők is látnak számokat, talán jobbakat is, mint mi, sőt, biztos, hogy jobbakat, mint mi, mert mint, hogy konkrétabbakat, pontosabbakat talán. És hogy én erre ezt gyanítom a Orbán Viktor megszólalásaival. Ne felejtsük el, hogy van itt még egy hét előttünk, egy bő egy hét, és ahogy olvassuk, ugye most készül az Orbán Viktor állítólag csak a Kubatov listán lévő emberekhez levelet írni, és majd a Fidesz aktivisták személyesen fogják elvinni, bekopogtatni. De ezt el tudom képzelni, hogy több ezer, több tízezer ember fogja ezeket majd most nem csak azokra a helyre kell kézbesíteni, amelyek a Kubatov listán rajta vannak, hanem még továbbiakban, és a személyes meggyőzés eszközű, ezt nem tudhatjuk, hogy ez milyen hatása. A rettegés foka volt egy ilyen fantasztikus film, nagyon régen. Ez most újra forog. Tehát, hogy ez a kampány, ez a Fidesz oldalán konkrétan arról szól, hogy félsz vagy nem félsz. Ha félsz, akkor rám szavazol. Ha nem félsz, mert egyrészt hülye vagy, másrészt, mert miért nem félsz a háborútól, másrészt, akkor szavazz, akire akarsz. Igen, de ezt kiegészítem. Semmi több nincs, igen. Nincs más üzenet. Szóval kiegészítem azzal, hogy ha félsz, azért szavaz rám, mert Orbán Viktor az egyetlen, aki meg tud védeni. Hát, igen. Tehát, ott van a plakáton, kis igen, betűvel, illetve hát viszonylag nagy betűvel, de hogy ezt messziről nem látni. Én is most, amikor viszonylag közel mentem el egy ilyen óriás plakáthoz, ami ugye a stop háborúból, ahol csak a háborút lehetett látni. Most van a béke, ahol a
kicsit ki kellett szélesíteni az E betűt, mert Orbán Viktor arca nem fért bele, és ott van alatta, komolyan. De most, tehát ez van. Hát rossz vagy. Ez egy grafikai történés. Furcsa grafikai megoldást választottak. És ott van, te ott visszadobtad van, volna. Ott van, ja, ott van alatta kisebb betűkkel, hogy még soha ekkora szükség nem volt rá. Mm. És ugye most mi a békére, vagy Orbán Viktorra, tehát ennek is van egy ilyen áthallása. Ez a háborús pszichózis, amivel próbálják a fideszes tábort, hát nem próbálják, mert le is öntötték vele, de az egészen elkeserítő. De hát nem csak tehát az, hogy már ilyen atom... öntötték, lehet a gyerekem megkérdezi az autóban ülve, hogy ez most látható, akkor mi? Igen, mert a kis üzenetek nem jönnek el, csak a nagy üzenetek, meg a atombombás videó. De most visszatérnek, bocsáss meg, ahhoz arra az útra, amit a Márki-Zay esetében követtek, tehát amikor azzal ijeszgették az embereket, hogy a fiainkat el fogják vinni katonának az ukrán frontra. Most ugye találtak egy nem létező Weber nyilatkozatot, amelyre elkezdtek építeni most két nappal ezelőtt egy kampányt, hogy megint ugyanaz, hogy akarod-e, hogy elvigyék a magyar nemzet színvonalat. De hogy akarom. Hát igen, de... Csak ugye itt van két baj. Az egyik az az, hogy az Európai Uniós alapokmányok egyike sem engedi meg azt, hogy az Európai Unió a nemzeti jó... Túl racionális vagyok van. Azért mondjuk el, a hatásköröket elvonja ilyen ügyben. Tehát, hogyha egy magyar fiatalt valaki el akar küldeni valamilyen háborúba, Csád például a magyar katonákat, azt a magyar állam, a magyar kormány teheti meg. És a magyar alaptörvény sem engedi meg, hogy valaki más mondja meg, hogy kit, mikor kell besorozni és elküldeni valóban. Ez túl bonyolult? Ha már mondtál egy filmet, akkor én is mondok egy másikat, elemi ösztön. Tehát, hogy ez a háborútól való rettegés, a gyermekeknek a védelme, hogy meg kell óvni őket, meg az unokánkat, ugye most már valóban az van kimondva, hogyha nem jó helyre teszed az X-et, akkor te tulajdonképpen háború a harmadik lesz. Világháború, ami atomháború lesz, méghozzá az Operaház epicentrummal fog ugye kitörni, mint ezt tudjuk, erre szavazol. Tehát tulajdonképpen a gyermekeidet, az unokáidat veszélyezteted. Tehát ez egy olyan igazából irracionális, de hát ezek működnek jól. Azt nézni, hogy Szijjártó Péter kiáll és rezenistelen arccal beszél arról, amit Péter említett, ugye ez egy interjú volt, ahol az EP elnöke arról beszélt, amit a néppárt elnöke arról beszélt, hogy Németországban van egy vita arról, hogy a sorkatonaságot, ami egyébként sajátos ott is, mert lehet választani, vagy ilyen, vagy olyan, vagy civil, vagy hivatalos, vagy mint hogy fegyveres, hogy ott esetleg visszahoznák, mert hogy úgy veszik észre, hogy az európai katonai erő az nem áll rendelkezésre. Így van. Most ezek után, hogy nyilvánvalóan Németországban van szó, a magyar külügyminiszter kiáll a kamerák elé, és rezenistelen arccal azt mondja, hogy nem engedjük, hogy a magyar fiatalokat elvigyék az ukrán frontra, és felszólít minden brüsszeli politikust, hogy ne is gondolkozzanak ezen, tehát ez egészen dermesztő. De Orbán még ennél is messzebbre ment, mert behozta a második világháborút, Voronyást, ahol ugye odavesztek a magyar katonák, szóval ezek olyan alantas dolgok, és annyira az alantas megoldások tényleg az elemi ösztöneinkre próbálnak hatni, hogy jaj, fél. Na de a második világháborúban is hogy kerültek a magyar katonák? Úgy, hogy a magyar kormány hadat üzent a Szovjetuniónak. Teljesen rosszul tudod, mert hogyha Orbán Viktor történelmi rádiós interjúját hallgattad, akkor a Bohár Dánielnek adott interjúját hallgattad, akkor abból kiderült, hogy a németek rángattak és toltak bele. Ez egyébként persze igaz, politikailag. De általában mindig van valamiféle kis igazság. De végül is mégiscsak az történt, hogy a magyar kormány azt mondta, hogy mi is akarunk valamit. Igen. Tehát például a Kárpátalját, és akkor megyünk. 41-ben még nem volt német kényszer. Egy nyomás volt, de hát a románok is mentek, az olaszok is mentek. Azért akartunk, hogy lemaradjunk a területi. Sorba álltunk mi is, persze. Na jó, zárjuk le a második világháborús történelem órát. Foglalkozunk inkább azzal, hogy hogyan hat ez az emberekre, amiről most idáig beszélgettünk. Tehát amikor látjuk a háború és a béke plakátot, ez biztos, hogy csak azokra hat, akik a Fidesz törzsszavazói? Hát félelmet gerjeszteni mindenkiben lehet. Nem itt a cél, ahogy említetted az előbb, hogy kizárólag azt a kört elérni, akit ma Fidesz szavazónak gondolunk, azt a közel két millió embert, akikre viszont ez hat, akivel beszélgettünk itt az adás kezdete előtt, hogy semmilyen észérvel nem tudod meggyőzni, semmilyen észérvet nem tudsz fölhozni, mert mindenre van egy olyan válasza, ami Orbán Viktort próbálja igazolni, és azt hiszem, hogy ez megingathat, vagy nem,
ugye a Hanendre szerint, meg a közvéleménykutatók szerint lehet olyan 500 000 ember, aki ezen a Fidesz peremen mozog, akikre talán hathat. Hát ezt nem tudom. Erről mióta is beszélünk? Minimum 2010 óta, hogy azok a mondások és az a fajta magatartás, amit Orbán Viktor ezekhez a mondásokhoz felvesz, az hogyan hat az ő szavazóira, és az a szavazókör az mennyire stabil. És az elmúlt hónapokban pont az ellenkezőjéről kezdtek el kutatók, meg értelmezők beszélni, hogy ez hogy foszlik, hogy ez a varázs, ez hogy eltűnt. Most megint mégis ti azt mondjátok, hogy ez működik. Hát ilyen fideszes belső kutatások, amikből néhány adatocska így kiszivárgott, az azt mutatja, hogy a magtábor az visszarendeződött. Tehát ha volt is bizonytalanság, nem is tudom, a Magyar Péter jelenség volt talán a legfontosabb, hogy elkezdett erodálódni, hanem a kegyelmi ügy, igen, és a Novák Katalin lemondása, meg a Varga Juditnak a lemondása, hogy azok, akik ott toporogtak, vagy már úgy voltak vele, hogy inkább nem mennek el szavazni, és ez egy nagyon fontos, hogy talán az Orbán Viktornak most a legfontosabb célja az, hogy ne legyen passzív fideszes szavazó. Tehát aki Fidesz szavazó, az ne morfondírozzon, ne ücsörögjön otthon, meg ne agyaljon, meg ne moralizáljon, hanem menjen, aztán rakja be az X-et a békére. Tehát minden ennek van alárendelve. Minden egyéb pedig teljesen másodlagos, meg sokadlagos, mert ugye a Fidesznek egyetlen egy mérőszáma van, ez a politikai hasznosság. Morál, erkölcs, igazság, valóság, semmi nem számít, minden megy a kukába, hogyha a politikai hasznosság felülírja. Márpedig most az ő szempontjukból felülírja, hiszen nem érhetnek el olyan eredményt, ami azt mutatná, hogy a Fidesz gyengülni kezdett, mert akkor viszont a Tisza párt az egyértelműen elindul az erősödés. Mások az eszközök talán, és mások az erőforrások is, de a DK nem ugyanezt próbálja csinálni? Két irányba is, Magyar Péter felé, főleg most van érdekes ennek, módon. Van ennek valami kényszerre is. Ugye, sőt, én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból későn ébredt a DK. És próbált, és talált rá arra az útra, amit nem tudom, hogy helyes út-e, tehát én nekem nem ez a legrokonszenvesebb iránya a dolognak, de hogy akkor ő is a saját magszavazóit meg akarja tartani. Tehát leválasztani mindenképpen Magyar Péterről, elmondani az ő szavazóinak, hogy már pedig ez az ember egyenlő Orbánnal, ez az ember, és kétségtelen Magyar Péter egy kiszámíthatatlan politikai tényező, olyanokat mond, olyanokat is, amelyeket nehezen tudunk behatárolni, és nem az ellenzéknek a kánonjába illik bele, és a DK ezeket próbálja ráirányítani a saját szavazóira. Tehát tulajdonképpen az útja ugyanaz, mint a Fideszé, csak kevesebb a szavazója. Ja, Magyar Péter, az az igazság, hogy tökéletesen kiszolgálja a Magyar Péter jelenséget. Tehát amiket ő mond, ahogy mondja, amilyen üzeneteket továbbít, az tökéletes erre a szerepre, hogy se ide, se oda, egy kicsit ide is, egy kicsit oda is. Orbánt elküldöm az Unióba. Amikor az már kemény volt, az, de az egy kicsit ott elszalad. Egyszer-kétszer azért elszalad a mester, igen. De hogy igen, például pont ez a partizános interjú, amit említesz, amit ott mondott, annak 60%-át bármelyik fideszes politikus is mondhatná. És most ezzel nem mondom, hogy az hülyeség, vagy gonosz, vagy rossz, csak egyszerűen a Magyar Péternek nevezük programja, az nagy átfedésben van. De ettől hiteles. De hát ez másként nem megy. Tehát, igen, ha mindenki ezt szólni akarsz, akkor mindenki ezt szólni kell. Csak hogy milyen fura, hogy eleinte azt gondoltuk, hogy a Magyar Péternek ez lesz a hátránya tulajdonképpen. Hogy ezért fog handicappel indulni, ha egyáltalán indul, mert hogy ahonnan jön. És erre kiderült, hogy ez az előnye. És ő ezt nagyon ügyesen ki is használja. Ráadásul ugye arról beszél, hogy ő egyesíteni akar, és nem valamelyik oldalhoz csapódni, vagy egy újabb oldalt képezni, megint megosztva a társadalmat. És ennek ezek a mondások még akkor is, hogyha mondjuk egy ellenzéki szavazó felhorkan arra, hogy majd persze Orbán Viktor vezesse Európát, még az hiányzik. De ugye a másik oldala, hogy azt mondja Dobrev Klára már, hogy hát mindegy, nekünk Orbán Viktort le kell váltani, akár Magyar Péterrel is, de le kell váltani. Tehát, hogy ebben az egyensúlyban ő jól el van. Az látható. Igen, volt egyébként egyszer egy nyilatkozata, és nem tudom, hogy mikor mondta pontosan, amikor azt mondta, hogy senkinek nem lesz kétharmada egy magába, tehát lesz egy kényszer, amiben össze kell állni. Hát ez Budapesten majd elő is fog állni, ez a kényszer.
Hát az, hogy ebben a töredezett, egyébként nagyon szegmentált politikai mezőben, ami ott létre fog jönni, hogy mi lesz, az nagyon nehéz kiszámítani. Tehát, hogy lesz-e ebből egy konstruktív főváros, vagy sem, hogy ha Karácsony nyer, akkor miféle egyensúlyozó művészek kell lenni ahhoz, hogy ott valódi döntések szülessenek, ezt nem tudom. De visszatérve egyébként Magyar Péterre, én azt gondolom, hogy ő pont azt állítja, hogy én nem vagyok se ez az oldal, se az az oldal, én vagyok magam, az egyetlen, aki egyébként nem akar a politikai játszótéren, ezen a játszótéren játszani, hanem a valódi problémákkal akarok foglalkozni. És ez, ugye mondják vele kapcsolatban ezt a teflon jelenséget, hogy bármivel támadják őt, lepattan, mert valahogy csípőből vissza tud vágni, és el is fogadják tőle. Amikor a Fidesz kitalálta, hogy visszaírja a budapesti választási eljárást, ugye az is a saját céljukat szolgálta volna. Az a Mi Hazánk volt, nem is a Fidesz. Jaj, bocsánat, pardon, elnézést. Szóval, hogy amikor valaki kitalálta ezt a gondolatot, akkor ugye még nem volt Magyar Péter, és nem volt Magyar Péter jelenség értelemszerűen, viszont ez jót fog tenni, és szerintem ez nagyon érdekes, egy kicsit mint egy kutató laboratórium, úgy nézhetünk majd rá az országos politika szempontjából is, hogy tud-e a magyar, hát politikai elitnek nevezett közösség együttműködni például. Mármint azt a fővárosra mondani. Mert ott muszáj lesz. Igen, tehát, hogy ott nem lehet olyan választási eredmény, hogy ne legyenek rákényszerítve arra, hogy beszéljenek egymással, hogy megoldásokat találjanak, hogy olyan ötletekkel álljanak elő, amit a másik is, meg a többiek is tudnak támogatni, mert teljesen elszoktunk attól, hogy koalícióban működjön bármi is. Tehát visszagondolunk Magyarországon, ha volt is koalíció, az is olyan volt, amilyen. Ugye a különböző kerületekben, meg városokban azért van ennek valamiféle előképe, mert létrejöttek ilyen konstrukciók, ahol meg kell egymással egyezni. Csak ennek vannak nagyon súlyos következmények. Egyrészt szólhat a pénzről, kit veszek be, kit nem. Tehát ott is megjelenik akár a... Hát igen, de azt se felejtsd el, hogy van egy erős kontroll is. Mert ha valaki kimarad, ő hangosan fog kiabálni. Tehát észnél igen, kellene, hogy kit akarok bevenni. Ezért jó, hogy minél nagyobb a szórás, annál érdekesebb és annál igazabb lehet egy ilyen koalíció. Köszönöm nektek, Dévényi István, Németh Péter. Gyertek máskor. Köszönjük szépen.